az a mi pénzünk, az a közös pénz. Tehát ha ezt engedjük, hogy megdésmálják a korrupt politikusok, az oligarchák, akkor milyen jövő vár erre az országra? Milyen nyugdíjaink lesznek? Milyen fizetéseink lesznek? Milyen utakon fogunk járni? A NAKA, a Nemzeti Nyomozóiroda, illetve a Speciális Ügyészség pontosan ezen a téren mutatott fel az elmúlt két évben komoly eredményeket, ahol rámutattak arra, hogy igenis zajlott a korrupció, és nem csak a főiskolákon üvegek, apró pénz, hanem a legfelsőbb szinten zajlott a korrupció, ahol tényleg ezt az országot milliárdokkal károsítják. Robert Fico igenis felhatalmazást kapott a választások során, hogy irányítsa ezt az országot. De nem kapott felhatalmazást arra, hogy a demokráciát tönkretegye, illetve a jogállamot megszüntesse. Ő kivégzi a nyomozó tiszteket, a tisztességes nyomozó tiszteket, kivégzi a speciális ügyészséget, és hol fog megállni? Úgy néz ki, hogy ma politikai szinten bármit lehet hazudni. De hogy bármit. Ódor Lajos talán meg tudná önt győzni arról, hogy politikai pályára lépjen. Soha nem vozott engem annyira a politika, tehát inkább szakmai körökben szerettem volna mozogni, de, de látom így pár év elteltével, hogy csak politikai szinten tudunk komoly változásokat elérni. Üdvözlöm Önöket, Juhász László vagyok. Mai vendégünk a Komáromi Ipariban végzett, majd egy ideig pincérkedett, mielőtt rendőri pályára lépett volna. Ő volt az Elite Links kommandó vezetője, majd leváltásáig Szlovákia első magyar nemzetiségű rendőrfőkapitánya. A Paraméter Podcast stúdiójában Hamran Istvánt köszönhetem. Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok én is! Milyen autóval érkezett? Tényleg olyan gépkocsi parkot harácsolt össze a rendőrkapitányságon, mint amilyenről a belügyminiszter beszélt, amilyen a sejkeknek sincs? Az anyum kettes mazdájával érkeztem, tehát természetesen, hogy nem harácsoltunk össze semmilyen autóparkot, amely iridlése méltó volna lehet, hogy Abu Dhabiban is. Erről szó sincs. A miniszter úrnak körül kellene néznie a szomszédos országokban, hogy az elit alakulatokon milyen gépjárműveket használnak. Annó kritizáltak minket, hogy most nem fogom említeni a konkrét típust, de a cserendőrség ebből 70 darabot vásárolt. Tehát minket akkor perbe akartak fogni, utána rájöttek a belső úgy hogy hát a csehek 70-et vettek belőle úgyhogy valószínűleg ez teljesen rendben van. A kormányváltás után, 25 éves szolgálat után vonult civilbe, vonult nyugdíjba tulajdonképpen. Milyen volt rendőr főkapitánynak lenni, és egyáltalán ez volt a legizgalmasabb szakasza a professzionális karrierjének? Szerintem mindegyik szakasznak megvan a sajátossága, amit igazából szeretni lehet. Tehát van pozitív, van negatív élmény, mindegyik pozícióval kapcsolatosan. Én élveztem az országos rendőr főparancsnoki posztot, annak ellenére, hogy talán ez volt a legnehezebb, és hát a legtöbb felelősséggel is jár, tehát ott azért elég körülményesek voltak a, a feladataink, amelyeket el kellett látnunk ezekben a nehéz időkben. Azt hiszem, egyik legnehezebb időszakban vállaltam fel ezt a pozíciót tüntetések, háború Ukrajnán, a Covid, a migráció, tehát ez elég körülményes volt. Viszont nagyon élveztem az elit alakulaton eltöltött tíz évet is, az is elég körülményes volt, viszont az is egy szép időszak volt. Meg hát ebben az időszakban azért bekövetkezett Szlovákia újkori történelmének a legnagyobb letartóztatási hulláma, a fehér galléros bűnözők vagy hát még persze nem mondhatjuk, hogy bűnözők, hiszen nem mindenkit ítéltek el jogerősen. De, de elég már elég sokat elítéltek. Elég sokat. Mire, mire büszke a leginkább? Arra, hogy az állampolgárok javarésze megértette, hogy mit csinálunk, és majdnem 70 os Bizalmat élveztünk már a végén, mielőtt engem közvetlenül leváltottak, és, és több felmérés is bizonyította, hogy az emberek kezdenek bízni a, a rendőrségben, illetve az általunk elvégzett munkában. Hát próbáltuk őszintén csinálni, és próbáltunk fókuszálni az állampolgárokra, az ő érdekeiket védeni, tehát a közérdeket tartottuk szem előtt, nem pedig az oligarchák és a korrupt politikusok személyes érdekeit, mert a múltban sajnos ez volt. Ezek már, hát vannak jogerősen elítélt ügyek, ahol ez bizonyított tény volt, hogy hogy működött a rendőrség, amely teljesen politikai kontroll alatt volt, és Például az egyik felmérésben azt hasonlították össze, hogy mennyire bíznak az emberek a mostani vezetőségnek, tehát a 2020 utáninak, tehát nekünk, illetve a 2020 előttinek, Lucsanszki és, és Gaspar által vezetett rendőrségnek, és majdnem a duplája volt a mi esetünkben. Tehát azért ez elég pozitív volt, hogy meg tudtuk győzni az embereket, hogy ezekben a nehéz időkben is érdemes hinni a rendőrségnek, és hogy próbáljuk tisztességesen végezni a munkánkat. Ha vissza lehetne forgatni az időkerekét, van, amit másképp csinálna ebben a mondjuk, ha, ha csak ezt a másfél éves rendőrfőkapitánysági időszakot vesszük. Hát több mindent azért az ember így utólag másképpen csinálna, de, de nincsenek olyan komoly dolgok, hogyha így visszatekintek a múltba, hogy ez egy óriási hiba, hogy ez, és ezen most biztosan változtatnék, ha ma ezt megtehetném. Talán többet jártam volna ki a terepre, nem, de nem volt rá idő egyszerűen. Ezt sajnálom, hogy nem volt rá annyi időm, tehát a, a rendőrökkel, a körzeti osztályokon több időt talán eltölteni. Mert elég komoly feladatokat láttunk el, és mégiscsak két évet voltam ott, abból fél évet csak, mint ideiglenes országos rendőrfőparancsnok. Elég sok mindent meg is változtattunk, próbáltunk minél több technikát szerezni a rendőröknek, és komoly változtatásokat is kellett elérnünk, például az, az oktatás terén, hiszen tudjuk, hogy kevés a rendőr, hiányoznak egyszerűen, és ez a trend, ez már több mint tíz éves, tehát fogynak-fogynak fognak a rendőrök. És ennek természetesen nem lesz jó vége. És az, amit ma látunk, ami ma zajlik az Országos Rendőrfőparancsnokságon, a volt beosztottam vezetése alatt, ez sajnos ezzel nem érthetünk egyet szakmailag. Miért nem vonzza az embereket ez a pálya? Mert ez egy nehéz szakma. Tehát ez egy nehéz szakma. Mi kényszerítő eszközöket is alkalmazunk, mi felügyelünk arra, hogy belegyenek tartva a jogszabályok, és ezt néha ki kell eszközölni sajnos, és ezt természetesen az állampolgárok ezt rossz néven veszik. Mégiscsak mi büntetünk az utakon, ha valaki túllépi a megengedett felső sebességhatárt, akkor a rendőr az, aki felelősségre vonja az állampolgárt. Ezt a tűzoltók nem csinálják, a katonák nem csinálják, és pontosan ezért volt ez egy komoly eredmény szerintem, és ennek nagyon örülök, hogy ennek fényében el tudtunk érni egy majdnem 70%-os bizalmat, és a a fegyveres testületek között a hadsereg után mi voltunk a második helyen hosszú-hosszú idő után. Tehát azért azt hiszem, hogy ez, ez egy jó eredmény volt. Tehát meg tudja érteni azokat, akik nem akarnak rendőrök lenni, mert ez nem egy népszerű pálya, de ön például annak idején miért választotta ezt a szakmát? Hát amma azért ez, ez teljesen más volt. Hát én különben pilóta szerettem volna lenni, de allergiás voltam, tehát szénanáthám volt és nem mehettem. Úgyhogy ez mi? elég ahhoz, hogy az ember ne lehessen pilóta? Igen, igen, annó elég volt, szerintem ez sajnos ma is elég. És mi kell ahhoz, hogy az ember ne lehessen rendőr? Tehát azért hát át kell menni a felvételi vizsgákon, elég komoly pszichotesztek vannak, akkor egészségügyi átvilágításon, tehát azért uh, egészségileg rendben kell hogy legyen az az állampolgár, aki be akar lépni a kötelékeinkbe, és fizikai felmérések is vannak, tehát fizikailag is azért valamilyen szinten kell lenni. De ezért közbevágtam a Komáromi ipariból, azért nem volt egyenes ez az út a rendőrség? Nem volt egyenes, mert sok mindent végeztem azelőtt, pincérkedtem, fagyit árultam, ezt a szamaszt. Hát aki, aki nem egy olyan családba született, ahol tehetősek voltak a szülők, szerintem szerintem neki meg annak dolgoznia kellett. Tehát nekem dolgoznom kellett, el kellett mennem munkába. Nem szerettem volna 10 évesen a szülőkön élősködni. Tehát egyszerű családból származok, apum annó bányász volt, később a hidrosztalnál dolgozott, mint sofőr, anyum pedig invalid nyugdíjas volt, talán 12 éves korom óta. Tehát azért nem azt mondom, hogy szűkölködtünk, de egy normális szlovák család voltunk, aki, aki ahol nem engedhette meg magának a, a gyerek, hogy ne dolgozzon. Úgyhogy pincérkedtem, utána fura is volt, mert az ipariból a tanárok átjártak hozzám, amikor pincérkedtem, és hát csóválták a fejüket, hogy István ilyen tanulmányi eredményekkel pincérkedni azért, hát ez nem a legjobb hozzáállás. Aztán elhatároztam, hogy akkor fegyveres testületek iránt mindig volt valamilyen jellegű vonzalmam, és akkor úgy döntöttem, hogy megpróbálom a rendőrséget fizikailag elég jó kondícióban voltam, hiszen birkoztam is elég sok éven keresztül, és hát sikerült is. És így kezdtem el a rendőr pályafutásomat, mint közrendőr Komáromban. És aztán ugorjunk egy nagyot, amikor rendőrfőkapitány lett, mit talált a rendőrség legbelsőbb vagy legfelsőbb bugyraiban? Mindent találtunk ott. Tehát igen, igen, meglepődtem. Tehát, de így nagyjából azért tudtam, hogy milyen állapotban van a rendőrség, hiszen részese voltam már több mint 20 éve. Tehát voltak valamilyen jellegű elvárásaim, de azon is túlmutattak az egyes, egyes dolgok, amikre ráeszméltem ott, mint országos rendőrfőparancsnok. Tehát láttam nagyjából, hogy milyen karakterek vannak vezető beosztású pozíciókban. Tehát nem azok, akik a legrátermettebbek voltak hanem olyanok, akiknél inkább a lojalitás volt a politika hatalom iránt abszolút és megkérdőjelezhetetlen. És a elsődleges célom az volt, hogy, hogy kizárjuk a politikát a rendőrség irányításából, mert mindig valami rosszat hozott, tehát és azt hiszem, hogy ez, ez sikerült is, ezért is értek minket olyan komoly jellegű vádak, mert ez a politikai elitnek nem tetszett. Tehát a politikai elitnek azt felel meg, ha a rendőrség teljes kontroll alatt van. Ez ma láthassuk, hogy mi zajlik. Nagyjából ez így néz ki, amikor a rendőrséget politikai kontroll alá akarjuk helyezni. Tehát a büntető eljárások felett mindenképp kontroll szeretnének szerezni a politikusok. És ez nem csak Szlovákiára jellemző, ez nagyjából minden országban így van. Hogy lehet kizárni a politikát a rendőrségből, hogyha az országos rendőrfőkapitányt a belügyminiszter nevezi ki? Hát erre én is kíváncsi voltam, de amikor én elvállaltam azt, hogy egyáltalán indulok a választásokban, én jeleztem a miniszter úr felé, és hát Jaroszlasz Pissiak annó ismert engem, tehát tudta, hogy én ezt másképp nem fogom vállalni, és a miniszter úrnak jeleztem, hogy hát van számomra két alapvető dolog van, aminek be kell, hogy legyen tartva, tehát vannak bizonyos játékszabályok, amelyek mellett én hajlandó vagyok ezt elvállalni. A, ami a personal politikát illette, abba abszolút szabad kezet akartam, szerintem ez a legfontosabb, és a nyomozó tisztek szabadkezet szabad kezet kapjanak, tehát nyomozhassanak azokban az ügyekben, ahol ez indokolt. És ezt én miniszter úrtól mind a kettőt megkaptam, sőt idővel, tehát persze, hogy voltak nyomások azért, tehát próbáltak belenyúlni, valamilyen szinten egyes politikusok, de én mindig nemet mondtam, ezért nem is voltam nagyon közkedvelt politikai körökben, ez teljesen nyilvánvaló. Például volt úgy, hogy a miniszter úrnak leváltottam a személyes barátját a kerületi igazgató helyettesi posztról. És másra számítottak azok, akik önt oda helyezték, ahol dolgozott? Hát szerintem egy picit másra számítottak. Talán arra számítottak, hogy egy picit azért rugalmasabb, hajlékonyabb leszek ezekben a dolgokban, de én ezt mindig jeleztem a miniszter úr felé, hogy akkor nincs értelme. Ha, ha valamilyen regionális politikai struktúrákból fogják nominálni az én járási vagy a kerületi helyett igazgatójaimat, akkor ennek nincs abszolút értelme. Tehát, olyan rendőröket kell, vagy olyan rendőröknek kell lehetőséget adni, akik, akik szakmailag és erkölcsileg abszolút megkérdőjelezhetetlenek. És sok mindenkitől kellett elbúcsúznia? Hát azért pár embertől megváltunk, de messze nem úgy csináltuk, vagy egyáltalán nem úgy csináltuk, mint a mostani kormány. Tehát például több kerületi igazgató helyettesből, akiket én úgy örököltem idézőjelben, tehát már ott voltak és tevékenykedtek a volt kormány alatt, én kineveztem őket igazgatóknak. Tehát Zsolnán is például. Tehát olyan funkcionárusok kap, vagy Beszterce bányán is vagy, vagy volt olyan igazgató, Eperjesen és Pozsonban meghattam az igazgatókat, tehát nem lettek kidobva. Tehát volt, akit fölfelé buktatott. Pontosan úgy volt, akit felfelé buktattam, most mindenkit buktatnak lefelé. Mindenkit. Akinek köze volt az elmúlt vezetőséghez, azokat váltják. Úgy váltják le a rendőröket, hogy azt sem tudja az országos rendőrfőparancsnak, hogy melyik alakulat élén állt. Nem tudja a nevét, nem tudja a vezeték nevét. Tehát ezt jelezték volt rendőreim, hogy István ilyet még nem láttunk. Tehát, hogy odajön az országos rendőrfőparancsnok és megkérdezi az igazgatót, hogy miért is vált engem le. Azért, mert én önben nem bízok, de. És, és nem is tudja, hogy engem hogy hívnak, nem is tudja, hogy milyen posztot töltök be a rendőrség keretén belül. Tehát itt látható, hogy nincs kezdet, Tehát olyanokat leváltott az országos rendőrfőparancsok, akikkel tíz éve barátkozik. Tehát tegező viszonyban vannak, sőt, a barátnőjeik is találkoznak, és össze szoktak ülni egy sörre például. És jelzi a, a kollégám, a volt kollégám, hogy István leváltott engem, pedig jó barátok voltunk. Tehát itt egyértelmű, hogy nincs szabad keze az országos rendőrfőparancsnak, mert különben ő ezt nem tenné meg. Róva, mi a szolákról beszélgetünk, ugye ismerte őt már régóta. Mi a véleménye róla szakmai és emberi szinten? Hát emberi szinten most már azt mondhatom, hogy egy óriási csalódás, mert az, amit ő művel az országos rendőrfőparancsnak élén, az egyszerűen elfogadhatatlan. Óriási csalódás számomra. A beosztottam volt, sőt, hát vezetőbeosztású rendőrt én annó csináltam belőle, tehát a felső vezetésbe tartozott a Lynx Commandon, amikor nálam dolgozott, és hát amikor volt az a, Baki, Rászokin a kórházba, az a lövöldözés a helikopterből. Amikor éles történt, Igen, megfaszta. az az, az az akció nem volt aláírva, arról a vezetőség nem is tudott, azt ő engedélyezte, és hát akkor komoly fejmosást kaptam Kalinyák miniszter úrtól emiatt, is Kalinyák miniszter úr döntött, hogy civilben megy, befejezte vége a rendőr Én voltam az, aki kiállt mellette, hogy én ezt megértem, miniszter úr, én vagyok a felelős az akcióért, mert az én alkulatom végezte el ezt az akciót, vagy ezt a gyakorlatot. És a miniszter úr azt mondta, hogy jó rendben van, visszatértem az alakulatra, és átölelt Lubomír Szolák, és megköszönte, hogy kiálltam mellette. Utána ellenünk fordult, és információkat hordott ki állítólag a volt országos rendőr főparancsnoknak Gaspar úrnak. Ez már akkor egy nagy csalódás volt számomra. Utána mi útjaink szétváltak, és én egyáltalán nem találkoztam vele, tehát azóta nem is láttam őt személyesen. Egyébként csak nekem volt meglepetés, hogy az ön számára is, hogy nem Robert Kalinyák lett a belügyminiszter. Számomra nem volt meglepetés, mert hát Kalinyákkal én annól összedolgoztam, hiszen az elitalakulat parancsnoka voltam és amikor ő érkezett, én már az voltam. És tehát nekem nagyon sok vitám volt Tibor Gasparral, és azért a miniszter úr sokszor mellém állt. Szerintem az abból is ered, hogy ő tudta, hogy Tibor Gaspar egyre erősebb. És Tibor Gaspar többször is nyilvánosan is megkérdőjelezte Kalinyák miniszter úr döntéseit az elit alakulaton és az egész alakulat előtt például megkérdeztek Kalinyák döntéseit. Ebben a pillanatban Tibor Gaspár erős pozícióban van, vagy a választások előtt erősebb pozícióban volt, mint Robert Kalinyák? Szerintem igen, hisz anno volt is egy beszélgetésünk a helyettesemmel együtt, és én kérdeztem Kalinyák miniszterület, hogy miért nem váltja le Tibor Gaspart, aki olyan dolgokat művel szerintünk, amelyek elfogadhatatlanok, és azt mondta, nincs, aki leváltja őt. Hát mondom, ön a miniszter úr, ön leváltassa, hogy nem, nem lehet tehát egyértelmű volt, hogy meg van kötve a keze, el kell fogadni a Tibor Gaspart, És utána, amikor láttuk azon a, azokat a beszélgetéseket, amelyeket feljátszott a NAKA, akkor azon a házon, tehát ott egyértelmű volt, hogy milyen a Gaspar család viszonya Robert Kalinyákhoz, ahol az ifjabbik Gaspar villát akart Kalinyák homlokába állítani, mondta, hogy lerántja őt a motorról és bántalmazni fogja. Tehát mi ezt tudtuk már annól, hogy ez nem felhőtlen barátság, ez, ez egyszerűen ez ilyen kényszer kapcsolat volt. Mi lesz ezzel a vadászházas felvétellel? Hát az a vadászházas felvétel, tehát számomra ez is megdöbbentő, hogy állandóan ezt mondogatják a médiába, hogy tehát ez egy, ez egy nem jogszerűen feljátszott videófelvétel. Mint ha nem is lenne. Igen, tehát nem alkalmazható, de viszont hisz a, a legfelső bíróság döntött ezzel kapcsolatosan, és azt mondta, hogy igen, ez jogszerű, tehát ez jogos, ez és ezt, ezt lehet használni. Tehát számomra érdekes, hogy tehát úgy néz ki, hogy ma politikai szinten bármit lehet hazudni, de hogy bármit. Mm. Tehát uh, számomra ez megdöbbentő. Tehát én nem így működök. Az én mentális világom nem ilyen. Tehát ha valamit állítok, akkor azt valamivel alá is tudom támasztani. És uh, ezzel kapcsolatosan, mint már említettem, a legfelsőbb bíróság döntött, aki kimondta, hogy igenis, ezzel a felvétellel nincs semmilyen gond, és lehet alkalmazni a büntető eljárás keretén belül. De most egy pár évig biztos, hogy fiókban marad ez a felvétel. Hát több minden fiókban fog maradni szerintem az elkövetkezendő években, sajnos. Térjünk vissza még Robert Kalinyákhoz egy pillanatra. Ön szerint Kalinyák jobb belügyminiszter lett volna, mint Suta Estok? Biztos vagyok benne, hogy jobb lett volna, mert ettől rosszabban nem lehet senki. Tehát az, amit Matus Suta Estok elkövetett egy-két héten belül a beiktatása után, az szerintem elfogadhatatlan. Tehát, hogy törvényt szegjen a miniszterről, és amikor, amikor ezzel szembesíti őt a bíróság, nem egy bíró, rögtön négy bíró, akkor fenyegeti az egyik bírót. Tehát azzal fenyegeti, hogy majd lehet, hogy büntető eljárás fog folyni ellene az alapján, ahogy ő döntött. Tehát én azért azt hittem, hogy a bíróknak ebben az országban szabad kezük van. És csak ők dönthetnek arról, hogy ki bűnös és ki nem bűnös, vagy ki szeget törvényt, és ki nem. Tehát e, Matus ezzel óriási nyomást gyakorolt a, a bírókra, ami szerintem egy, egy, demokratikus jogállamban abszolút elfogadhatatlan. És azt állítják, hogy 4 három tehát 4-3 arányban döntöttek a bírók. Hát ez nem igaz. 4-0 egyenlőre, ugyanis négy bíró döntött arról, hogy igenis Sutaistók diszkriminálta ezeket a rendőröket, hisz e, Viszont az a, az a másik három bíró csak annyit mondott, hogy ők nem dönthetnek az ügyel kapcsolatosan. Úgyhogy ez a... Nem csak a személyes averziója mondatja önnel, hiszen azért önnel elég csúnyán bánt el az új miniszter, ugye elküldte arra a bizonyos háromnapos poprádi kiküldetésre, nem, mert ezt nem én állítom. Tehát én soha nem mondanám azt, hogy Matusuta és törvényszeget, ha a nem a bíróság mondta volna. Hiszen én ezt többször is hangsúlyoztam, amikor még országos rendőrfőparancsnak is voltam, hogy az embereknek is azt ajánlom, hogy a bírósági határozatokat vegyék figyelembe, amikor, amikor próbálnak állást foglalni, hogy kinek van igaza. Tehát itt a bíróság a rendőröknek egyelőre 4-0 arányban igazat adott. Majd meglássuk, hogy fellebbeztek, tehát meglássuk, hogy, hogy fognak dönteni a. Felsőbb fokon a, a bíróságok, de egyenlőre úgy néz ki, hogy 4-0 arányban eldőlt, hogy Huta és Tók szeget. Minek tulajdonítja azt, ami most történik? Tehát ez benne, volt, benne van kódolva tulajdonképpen a, a jelenlegi kormánykoalíciót alkotó pártokba és azok vezetőibe, tehát hogy más nem is várhattunk. Szerintem nem várhattunk, aki nem volt naív, az nem várt más, hiszen Fico jelezte is a választási kampány keretén belül, hogy mi a célja. Tehát több oligarcha, több politikus, több komoly befolyású vállalkozó vagy volt magas beosztású tisztviselő ellen eljárás folyik, többen már jogerősen el is voltak ítélve több mint száz ellen már vádemelés történt, tehát itt nyilvánvaló volt, hogy ők ezt a folyamatot le akarják állítani. Na most ha ezt ön el akarja végezni, akkor azonnal meg kell bénítani a Nemzeti Nyomozóirodát. Ez most már zajlik, hisz lehet váltva mindenki, aki szakmailag valamit letett az asztalra, és bizonyíthatóan a közérdeket tartották szem előtt, amikor nyomoztak az ügyekkel kapcsolatosan, és ezt alátámasztották az ügyészek is és a bírók is, ezért születtek jogerős ítéletek, utána pedig uh, meg kell állítani a, a speciális ügyészséget, ami most zajlik, és, és várunk egy szervezeti átépítésre a nemzeti nyomozóirodán belül, ami számomra döbbenet, hiszen amikor én átvettem az országos rendőrfőparancsnokságot, nem nyúltam a nemzeti nyomozóirodához, tehát úgy hagytam, azt a szervezeti felépítést hattam érvényben, amelyet Anno, Luchanski és és zurian bevezettek. Sőt, ők akkor védték, hogy ez szükségszerű, akkor is embereket távolítottak el különben a rendszerből, de azzal magyarázták, hogy most már nagyon hatékonyan dolgozik a Nemzeti Nyomozóiroda. Eltelt két év, komoly eredményeket mutatott fel a Nemzeti Nyomozóiroda, és most ismét át akarják szervezni, és csak az, az a cél, hogy körülbelül száz esett, rátermett rendőrt eltávolítsanak a Nemzeti Nyomozóirodából. Branislav Zúrján lett az inspekció vezetője, ő évekig Fehér Oroszországba bujkált, aztán azt nyilatkozta, hogy nem hisz abban, hogy Milan Lucsanszki öngyilkos lett volna. Hogy rakjuk össze ezt a képet? Mit gondoljunk mindenről? Hát nem tudom, nem volt még lehetőségem vele erről beszélni, ami talán érthető is, de hát ők közeli, nem csak munkatársak, hanem barátok is voltak, tehát valahol megértem, hogy hogy egész másképp szemléli ezt a dolgot, de nyomozások folytak ezzel kapcsolatosan. A legfelsőbb ügyész foglalkozott ezzel konkrétan, és egyértelműen kimondták, hogy ez öngyilkosság volt. Tehát ezt csak azért táplálják, hogy megzavarják a népet, és fenntartsák azt a, azt a tévhitet, hogy itt a nyomozó tisztek manipulálták a nyomozásokat, kikényszerítették, kieszközölték a, a beismerővallomásokat, manipulálták a, a, a konkrét nyomozásokat, ami, amire nincs bizonyíték. Ami, ami butaság, sőt, én azt kell, hogy mondjam. Miért tartotta -e fontosnak, hogy ott legyen az igazságügyi reform elleni tüntetéseken? Hát szerintem, ha jogállamban szeretnék élni, és egy demokratikus országban, akkor ez állampolgári kötelességem. Mi a legnagyobb gond ezzel az egésszel? A... Az, hogyha megszűnik a jogállam, akkor visszatérünk a, a régi rendszerbe. Jó, illetve... de miért szűnik meg a jogállam azáltal, hogy egy speciális ügyészi hivatalt mondjuk megszüntetnek, ami elég kevés európai országban van egy ilyen intézmény. Hát azért nem mondanám, mert van. Hisz ezt Daniel Lipschitz jelezte is, hogy jó volna, ha ezek az emberek a realitással összhangba érvelnének, mert például Ausztriában is van, Spanyolországban is van, Olaszországban is van, és komoly eredményeket tudnak felmutatni. Nem volt a speciális ügyészséggel semmilyen gondja Robert Ficonak, soha. Míg Kovácsik volt ott, és mindent besöpört a szőnyeg alá, addig nem volt ezzel probléma. De, egy de addig, jog... addig, nem működött ez a... De, de azt mondom, a... hogy egy jogállamban, ha ez nem működik, akkor az történik, hogy a vagyon ellen irányuló komoly bűncselekményeket nem derítik fel, nem nyomoznak ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, a gazdasági bűncselekmények, a komoly volumenőek, ahol százmilliókról beszélünk. Tehát az a mi költségvetésünk, az a mi pénzünk, az a közös pénz. Tehát ha ezt engedjük, hogy megdésmálják a korrupt politikusok, az oligarchák, akkor milyen jövő vár erre az országra? Milyen nyugdíjaink lesznek? Milyen fizetéseink lesznek? Milyen utakon fogunk járni? Nem tudunk autópályát építeni, nem tudjuk pozsontkassát összekötni, mert nincs rá pénz. Persze, hogy nincs, ha, ha ezek az oligarchák politikai segítséggel kiemelik a közösből azt a részt, akkor, akkor nincs jövőnk. És a NAKA, a Nemzeti Nyomozóiroda, illetve a Speciális Ügyészség pontosan ezen a téren mutatott fel az elmúlt két évben komoly eredményeket, ahol rámutattak arra, hogy igenis zajlott a korrupció, és nem csak a főiskolákon üvegek, apró pénz, hanem a legfelsőbb szinten zajlott a korrupció, ahol tényleg ezt az országot milliárdokkal károsítják. És ezeket a korrupciós ügyeket más ügyészek, más ügyészségekkel nem vizsgálhatják? miért nem vizsgálták? Vizsgálták? Én úgy tudom, hogy nem vizsgálták. Hisz politikusok bátran kimondták, hogy korrupció legfelsőbb szinten nincs. Tibor Gaspar sajtótájékoztatót tartott, ahol nyitrán, nem tudom, a csokoládét, apró pénzt, virágot, üveget vett el a főiskolai tanár azért, hogy beírja a vizsgát. Tehát tényleg ez az, ami, ami tönkre teszi az országot? Nem, nem, nem. A milliós, százmilliós tenderek teszik tönkre az országot. Ön lát arra, hogy vissza visszatáncoljanak és megváltoztassák ezt az elképzelést? Nem tartom valószínűnek, hogy ők vissza fognak táncolni, hiszen szeretnék megmenteni azokat, akik, akik nyakik benne vannak, akik ellen eljárás folyik, illetve szerintem azokat is meg szeretnék menteni, akikkel kapcsolatosan már jogerés ítélet született. Nincs más választásuk, ezt végig kell húzniuk. Az Európai Unió esetleg belenyúlhat, meg látjuk, hogy ha megszorítások fognak következni, vagy fennáll majd annak a veszélye, hogy az EU-s pénzek le lesznek állítva, hogy hogy fog erre reagálni a kormányfő, de én azt hiszem, hogy ők ezt most már végighúzzák. Októberben tartottak egy nagyszabású akciót a szlovák-magyar határon a berügyi erők, ahol összesen nulla illegális bevándorlót fogtak. Ön milyen tanácsot adott volna nekik ebben a kérdésben? Hogyan kell az illegális bevándorlás ellen küzdeni? Hogy ezt ne tegyék, mert az állampolgárok fogják kifizetni ezt az abszolút értelmetlen akciót, amely csak arra szolgált, csak arra. Igen, az volt a célja, hogy megtévesztik az állampolgárokat, hogy itt milyen komoly volumenű akciót hajtottak végre, és most már megfékezték a bevándorlást. Én utána néztem ennek. Hívtam Szerbiába, felhívtam a Magyarországos Rendőrfőparancsnokot, hogy mi történt, hogy nullát fogtunk. Ez, ez, ez nem lehetséges. És hát megtudtam, hogy mi történt. 27-én, ez pénteki nap volt, ott történt egy komoly lövöldözés, aminek három áldozata volt a szerb-magyar határon. A szerb belügyminiszter bepöccent, szószoros értelemben. Nagyon mérges lett, személyesen ment ki a helyszínre irányítani az akciókat, mindenkit kivezényelt, még a speciális alakulatokat is teljesen visszafogták a migrációt, és visszavezényelték őket a Macedon határra, mindenkit. És az országos rendőrfőparancsnok a magyar azt mondja nekem, hogy István nálunk egyik napról a másikra a 1500-2000-ből 400 lett szombatra, vasárnapra 40, hétfő ked nulla. Ti hétfőn csináltátok az akciót éjjel. Tehát nálatok azért volt nulla, mert nálunk is történelmileg az elmúlt 10 évben nem volt nulla. De még csak hogy száz alatt sem most nullás számokat jegyzünk, és ez annak köszönhetően, hogy a szerbek egyszerűen elkezdték a határt úgy védeni, ahogy kell, és hát szerencséje volt. Ez oknak. egy jól időzített, akció, ez egy nagyon volt, jó jól időzített akció volt, aminek természetesen nem volt semmilyen értelme, mert Magyarországon is nulla volt, amire nem, amihez, amire nem volt példa az elmúlt tíz évben. Lehet tenni egyébként valamit értemben az illegális bevándorlás ellen a szlovák határon? Hát nem igazán, mert ha belépnek az EU területére, akkor mi már szinte tanácstalanok vagyunk. Tehát ugyan felépítve a jogrendszer, hogy a szlovák rendőrök letartóztatni nem tudják őket, kitoloncolni nem tudják őket, és pontosan tudjuk, hogy mi a célország, Németország, Svédország, Franciaország, tehát nem Szlovákia, tehát rajtunk áthajtanak. Tehát a szlovák rendőröknek bizonyos értelemben meg van kötve a kezük, én mindig azt állítottam, hogy a külső határon kell megoldani, és láttuk, a szerb miniszter úr belenyúlt és egyszerűen ment. Különben ezek a migrációs útvonalak is most megváltoztak a szerb lépések, többen járnak Horvátország, Szlovénia abba az irányba, de külső határon kell megfékezni, illetve azokban az országokban, ahol a probléma keletkezett, tehát ahonnan migrálnak, ahonnan elindultak. Az ön irányítása alatt a szlovák rendőrség fel tudott mutatni valamilyen eredményt ezzel kapcsolatban? Az illegális migráció visszaszorításával kapcsolatban? Ez természetesen, is voltak eredményeink. Itt például nem volt egyetlen egy bűncselekmény sem elkövetve Szlovák területen. Egyetlen egy kihágást tartottunk nyilván. Egy csokoládét nem fizetett ki az egyik migráns, mikor figyelmeztették őt, akkor természetesen kifizette. Segítettünk a, a migránsoknak, amennyiben tudtunk, hisz voltak esetek, hogy a rendőrök a saját ruhájaikat hordták oda, ételt biztosítottak. Voltak országok, ahol megverték őket. Ez nem egy, egy jó bizonyítvány egy rendőrség számára az, ha EU-s tagállamról beszélünk, hogy a rendőrök megverik a, a menekülteket. És hát elég aktívan részt vettünk a, a magyar szerb határvédelemben is, csak pár ország volt ott jelen. Ami számomra megdöbbentő volt, hogy az EU-s tagállamok nem küldték ki oda a rendőreiket, és szolgáltunk magyar területen is és meg is változtattuk a magyar szerződést, a két oldalút, amely értelmében szolgálhatunk már nem csak a határ mentén, hanem egész magyar területen tudjuk segíteni magyar kollégákat a visszatoloncolással kapcsolatosan. Úgyhogy elég sok intézkedést hajtottunk végre. De az nem volt egy egyszerű szitu. Különben egyik ország sem bírt a, az illegális migrációval. Amron úr, milyen állapotban, milyen kondícióban van most a szlovák rendőrség? És most lehet, hogy talán nem is a felső vezetésre vagyok kíváncsi, hanem a rendőri állomány. Hát kevesen, kevesen vagyunk, tehát kevés rendőr van. Nem sokkal... is a számukra, hanem a, a minőségükre vagyok kíváncsi. Ön szerint hogy értékeljük őket? Hát a te, természetesen most ezt nem lehet általánosítani, nagyon sok talpra esetre átermet rendőr van, akik ezt meggyőződésből csinálják, de szerintem legalábbis azok a visszajelzések, amelyeket én kapok, sokan csalódottak. Tehát látják, hogy ismét nem a szakmai rátermettség, és a, az erkölcs az, ami döntő befolyással bír akkor, amikor valakit kineveznek egy, egy vezetőbeosztásra. Nagyon fontos az, hogy kiket neveznek ki vezetőbeosztásba. Pont erre vagyok kíváncsi, hogy mennyire fontos az, hogy kik vezetik a rendőrséget, és az mennyire, mennyire az állományon múlik a dolog. Tehát hogyha vannak jó nyomozók, akkor én úgy gondolnám, hogy az ő munkájukba, talán nem szólnak, vagy nem hagynak beleszólni, és, és végzik a dolgukat? Vagy, vagy nincs esély arra, hogy a korrupciós ügyekben tovább folyjon a nyomozás? Ha leépítik a, a Nemzeti Nyomozóirodát, és kihelyezik a, a körzeti osztályokra azokat a rendőröket, azokat a rendőrtiszteket, akik 10-15 éve ezt a nehéz szakmát űzik, ők ebben jeleskedtek az ország pénzeket investált abból, hogy ők tökéletesen tudják végrehajtani a munkájukat, és, és tapasztalt szakemberek legyenek. Most ezeket kihelyezzük oda, ahol annó 15-20 évek kezdték a pályafutásukat. Főiskolát végeztek, szakmailag egy komoly szintet értek el, komoly eredményeket tudnak felmutatni a nyomozás terén, és mi kihelyezzük őket körzeti osztályokra, hogy járőrként dolgozzanak. Ott kezdi a pályafutását egy rendőr, nem ott kellene befejeznie. Úgyhogy nincs annyi Annyi ilyen tapasztalattal bíró rendőrünk, hogy ezt megengedhessük magunknak. És amikor ezt látja a rendőrállomány, hogy ide kihelyeznek egy nyomozó tisztet, aki 15-20 éves pályafutása során sikerült feljutni a Nemzeti Nyomozóirodába, és ott nyomozni komoly ügyekkel kapcsolatosan, és végül is itt végzi büntetésből, hát ez, ez nem egy jó, men. A, a körzeti osztályokon végző rendőrök számára, hogy ez várhat rám is. Tehát építem, építem a karrierem, és végül jön egy politikai döntés, és engem visszaheznek azért, mert mert nem nyomozni például Robert Ficoval kapcsolatosan. De ez engem? akár az ön története is lehetne, hiszen ön is építette a rendőri karrierjét, aztán jött egy új kormány, és egyik pillanatról másikra leváltották önt. Ha nem tesz eleget a politikai elitnek, akkor nagyon gyorsan befejezheti. Ez volt itt a múltban, most két évre fellélegeztünk, majdnem háromra, nem ez volt, és most úgy néz ki, hogy visszatértünk ebbe is. Ezt nem csak én látom így, ezrek gyűltek össze Pozsonyban, Kassán, Nitrán, ezrek mentek ki az utcára, akik kihangsúlyozták, hogy Robert Fico igenis felhatalmazást kapott a választások során, hogy irányítsa ezt az országot. De nem kapott felhatalmazást arra, hogy a demokráciát tönkretegye, illetve a jogállamot megszüntesse. Erre ő nem kapott felhatalmazást. De ő ezt teszi. Ő kivégzi a nyomozó tiszteket, a tisztességes nyomozó tiszteket, kivégzi a speciális ügyészséget, és hol fog megállni? Mert már hallottuk azt is, hogy a speciális bíróság is zavarja őt. Amikor kiment ön a pozsonyi tüntetésre, akkor ez. Szerintem nem egy szakmai megnyilvánulás volt, hanem ez egy politikai állásfoglalás volt az ön részéről. Jól látom? Hát szerettem volna én is jelezni, hogy milyen az álláspontom ezzel kapcsolatosan, hogy ezzel egyszerűen nem értek egyet. Ön azt nyilatkozta egy interjúban, hogy Ódor Lajos talán meg tudná önt győzni arról, hogy politikai pályára lépjen. Történt valamilyen előrelépés ez ügyben, beszélt Ódor Lajossal? Hát ez igazából nem rajtam múlik. Soha nem vozott engem annyira a politika, tehát inkább szakmai körökben szerettem volna mozogni, de, de látom így pár évvel teltével, hogy csak politikai szinten tudunk komoly változásokat elérni. A politika mindig bele fog nyúlni, és mindig vissza fogja szorítani a, a szakembereket, akik szakmai körökben mozognak, és, és, és próbálják előre mozdítani ezt az országot. Néha úgy érzem, politikusok pedig pont az ellenkezőjét csinálják, húznak bennünket vissza. Most Ódor Lajost én szakembernek tartom, és, és erkölcsileg is nagyon-nagyon magas fokon áll, legalábbis én őt így könyveltem el. Ismerem őt jó pár éve még gyerekkoromból. Igaz, hogy nem voltunk utána nagyon-nagyon hosszú ideig kapcsolatban, de én emberileg is szeretem őt, és, és úgy érzem, hogy mikor beszélgetek az, az állampolgárokkal, ezt ők is hasonlóképpen látják, hogy a nyugalmat vitt bele. Tehát úgy irányította a kormányt, ahogy szerintem azt illik. Nem próbálta meg szétválasztani az embereket, egymásnak ugrasztani az állampolgárokat. Nem feszültséget vitt be ezekbe az emberi kapcsolatokba, ami, ami szerintem manapság nagyon fontos. És igen, ha Oldor Lajos egyszer így fog dönteni, akkor biztos, hogy én őt ebben teljesen támogatni fogom. És van olyan párt, amelyik szimpatikus lenne ennek, például a mostani jelenlegi pártok közül? Hát nekem valamilyen szinten minden demokratikus párt szimpatikus, mert van épp elég nem demokratikus ebben az országban. Van olyan párt, amelyik esetleg belépne, vagy munkát vállalna, politizálna benne? Többen is megkerestek, tehát folynak a tárgyalások. Tehát, természetesen érkeztek valamilyen ajánlatok, tehát még nem zártam le ezeket a tárgyalásokat, utána fogok dönteni, hogy milyen irányba fogok mozdulni. Mindenről, amit átélt, amit tapasztalt, nem akar könyvet írni? Nem fordult meg ez a fejében? Vagy pedig nincsenek ilyen ambíciói, vagy pedig túl sok mindent tud, és túlságosan köti a titoktartás? Nem is erről volna szó, szóval lehet, hogy egyszer erre sor kerül, de most egyszerűen nincs rá idő. Tehát itt most próbálják tönkretenni a jogállamot, megalázni a demokráciát. Tehát most szerintem az energiámat inkább arra próbálom fordítani, hogy ebbe a küzdelembe tudjak segíteni a társadalmunknak, nem pedig arra, hogy könyvet írjak, mert az egy elég időigényes aktivitás. A Paraméter podcastjának vendége hamran István volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. További szép napot kívánok.